Karácsony a világon szinte mindenhol jelenlévő hagyomány, szokás, hangulat. De hiszem, hogy ünnep csak ott lesz, ahol Krisztustól nem fosztják meg a karácsony idejét. S ha így nézzük, akkor közel az idő, hogy megünnepeljük, hogy Isten egy gyermek arcában végleg kibékült az emberrel. Ezzel a gondolattal kezdte ünnepi beszédét Paks polgármestere Szabó Péter advent negyedik hétvégéjén köszöntötte az adventi udvarba látogatókat. Kívánom, hogy karácsony ünnepén legyen teljes minden családban az egymásra találás és az egymást szolgáló szeretet tiszta öröme. A munka és a belőle fakadó gyarapodás nélkül nincs békés élet. Kívánom, hogy tudjuk értékelni minden jót, amit elértünk munkánk gyümölcseként, és bízom abban is, hogy az új év minden kihívása mellett jelen lesz családjainkban a gyarapodás öröme és a belőle születő béke. Az ünnepi köszöntőt követően a városvezető meggyújtotta az adventi koszorú negyedik gyertyáját, aminek a jelentése a szeretet. A jótékonyság is főszerepet kapott advent negyedik vasárnapján. A Paksi és a Dunakömlődi nyugdíjas klubok jóvoltából süteményvásár várta a látogatókat. Legalább 25 féle van, de lehet, hogy több, nem számoltam meg, de nagyon jók és tényleg finomak. Hát olyan, a legtöbb azért ilyen mamás süti, úgyhogy reméljük, hogy majd sok el kell belőle. A finomságok árából befolyt mintegy 175 ezer forint teljes egészében a Paks kistérségi szociális központhoz került. Ellátásunk hatékonyságának növelésére fordítjuk, olyan eszközöket vásárolunk belőle, amelyben például a házi segítségnyújtásban tudjuk hatékonyabbá tenni a szolgáltatásainkat, olyan nagyértékű speciális eszközöket, például mobilágyat. Az idei adventi programsorozat elérkezett a végéhez, a négy hétvégén átívelő rendezvényt Paks polgármestere sikeresnek értékelte.